Foglaljanak helyet, uraim, a zsűri elkezdi munkáját. Háles. Küldjék be apa fiúra! Még ne küldjék! Uraim, figyelmeztetem önöket, hogy apa fi eddig minden fordulót simán megnyert. Nem hagyhatjuk, hogy ez a horpadtagyó az utolsó fordulóban is kibabráljon velünk. Be kell bizonyítanunk, hogy nálunk mindenki lehet okos, csak apa fi nem. Hále. Hányan fogunk kérdezni, elnök úr? Hányan vagyunk? Ha az egyik kidől, folytatja a másik. Nem szabad őt lélegzethez engedni. Hülyére kell kérdezni. Világos? Világos. Akkor kezdhetjük. Küldjék be apa fiúrát! Kedves apafi úr, szeretettel köszöntöm önt, mint a ki a legokosabb döntőjének legesélyesebb versenyzőjét. Ha minden feladatot hibátlanul megold, akkor ön lesz a legokosabb, és részt vehet az olaszországi jutalomutazáson. Mindössze egy jelentéktelen változásra szeretném felhívni a figyelmét. Arról van szó, hogy a kérdésekre ezúttal versben kell válaszolnia. Szépen csengő versikékben, ennyi az egész. Figyelmeztetem, hogy a zsűri kizárólag a világos és értelmes válaszokat fogadja el. Nem lehet blablázni. Tudjál, mi a blabla? A blabla az abszurduma. Abszolút ad abszurduma. Nem baj. Csak ne bízza el magát. A rázós kérdések még csak ezután következnek. Elsőnek talán egy-egy bemelegítő kérdést. Hogyan fejti ki egy külkereskedelmi szakember, hogy szerinte érdemes lenne valutáért értékesíteni a keksz törmelékéből származó szemcsés maradványokat? Az lenne az igazi export, dollárért eladni a kexport. Nagyon jó. Majd felváltva fogunk kérdéseket intézni önhöz. Először balról jobbra, aztán jobbról balra, végül össze-vissza. Tessék, kolléga úr, öné a szó. Igen. Hát hogyan fogalmazná meg versben apafi úr a következő kis mondatot? Az éjszakai szórakozó helyeken a nap 24. órájában a halak petéje rendkívül serkentően befolyásolja a tapasztalatlan férfi vendégek kedély állapotát. Jó hatással van a halikra, éjfél felé a palikra. Ne kacarászon, kollégám, hanem kérdezzen. Igen. Nem vagyunk kabaréban. Egy mezőgazdasági kérdés. Apáfi úr, mi történt azzal a paraszttal, akinek az udvarán kigyulladt és leégett az a kamara, ahol a marharépát tárolt a télire a jószágnak? Lángoknak lett martaléka, marharépa tartaléka. Háles. Ne pocsékoljuk az időt helesléssel, arra ráérünk a végén. Tovább. Igen. Na hát nézzük akkor. Mit csinál az a disszidens, aki már évek óta egy ausztriai lágerben tölti a napjait? Egy nagy osztrák barak terén mereng saját karakterén. Igen, és mit csinál? Majd én!
Most egy kissé bonyolult kérdést intézek önhöz, apafiúr. Ha nem megy, nem megy, nem olyan nagy baj az. Egy hiba pont még nem a világ. A legjobb versenyzővel is megesik, hogy váratlanul kihagy az agya. Nos, a kérdés a következő. Mi történt azzal a konzervgyári dolgozóval, aki eperfőzés közben elszenvedett baleset során elvesztette a fél bajuszát? Bajszát kissé leperzselé, a felforralt eperzselé. Nekem megfájdult a fejem. Úgy látszik, sokat dohányoztam. Hajtson fel egy töröklét, öné lesz az öröklét. Nem hajtok fel semmit, folytatjuk. De maradjunk a törököknél. Mit mond az orvosának egy tönkrement, beteg, török kereskedő? Szíven dobol, riaszt, erem, nincs egy árva, piaszt, erem. Nagyon jó. Hogy állna beléd az idegzsába? Kérdezhetek? Ne legyen olyan mohó kollégám, jut magának is. Figyeljen rám, apafi! Egy amszterdami lelkész hollandi cipőben távozott a váratlan kirobbant összeesküvés szinteréről. Hazament a papapucsban, s nem vett részt a papapucsban. Egyen meg a fene. Most kérdezhet, kolléga úr. Hálés. Amikor 1314-ben a második izotóp hajóhada tönkre várte 26. Mohamed gájáit, mik voltak az utolsó szavai bülbülbék fágyvárhordozójának, aki a bék karjai között lehálta ki a lelkét? Végem, végem! Hálás! Hát azt meg tudná-e mondani, hogy mi a törökök? Hagyjuk a törököket, sírba visz a törökökkel! Az álnok úr kezdte. De maga folytatta! Ez jutott az eszembe. De én ezt nem veszem be! Már én is rímekbe beszélek. Apa fiúr, mit csinált az az elkeseredett asszony, aki miután nem bírta elviselni az ura örökös dühöngését, esti étkezés előtt eltette őt láb alól? Mert unta már a férje vicsorát, hidegre tette, mint a vacsorát. Hagyjuk az ilyen fagyos dolgokat, kérdezem valami melegebbet. Jó. Mit művelt az a kikapós férj, aki a fás kamrában csalta meg a feleségét a szomszédasszonya? Nem átallott a profán, hekegni az aprofán. Elnök úr, hagyjuk abba! Soha! Végkimerülésig folytatjuk! Hále! Kus! Figyeljen, ipafikám! Milyen a párizsi női fehér nemű divat, milyen? Liliomos melltartó, milliomos eltartó. Mi csinált az őrült kémény seprő? A gyárkémény meszelt ormán élt egy hétig reszelt tormán. Reszelt tormán, mindjárt falra mászok. Hálé. Hagyjuk abba, elnök úr. Nem hagyjuk.
Most rímpárbajt fogunk vívni. Mit mondott az öreg kis? Hogy egy kicsit igyunk is. Ki a Dunavizét vissza? Percek alatt adja vissza. Eskem, beskem, dínom, dánom. Ha akarod, én nem bánom. Minden napra egy tojás! Hagyjuk abba! Apafi úr megnyerte a vetélkedőt. Ön a legokosabb, igaz, elnök úr? Kockodás! Látja, az elnök úrnak is ez a véleménye. Itt a vasúti jegy, elutazhat Olaszországba. Menjen már, majd küld nekünk egy képes lapot Padovából. Elég volt a Padovából! Marski! Servus! Salmus! Hale.